hatodik alkalommal rendezzük meg a kelebiai vadászterületen ezt a szemlét. Az eredeti ötlet a Korvadtól származik. Annyiban bővítettük ki ezt, hogy a környék vadásztársaságainak is lehetőséget adunk arra, hogy bemutathassák, hogy ez az itteni délvidéki dán populáció mire képes. Ezt fémjelzi az, hogy a mai kiállításon a kelebiai vadászterület 28 dámagancsal, a mékúti vadászterületünk 4 dámagancsal, a Dalert ZRT 3 dámagancsal, a Kiszállási Vadásztársaság 3 dámagancsal és egy igen idős gím agancsal szerepel a mai szemlém. Megtekinthettek még egy gím agancsot Szabó István erdész kollégánk jóvoltából, és itt hagytam ki, és a Balódtaj Szállási Rákóczi VT pedig szintén 5 dámagancsot hozott. El szoktam mondani a kezdetektől a dolgokat, de aki itt volt, az már unos untalan tudja, tehát itt a 70-es évek végén, 80-as évek elejétől indult ez a dámtelepítés, mindenki jógazdaként viszonyult az itteni dámhoz, a területet, az élőhelyet folyamatosan fejlesztette. A Korvad annyiban adott újat, hogy felnyitotta a szemünket, hogy ha a terület itatókkal és takarmánnyal, vadföldekkel intenzíven ellátva lesz, akkor nagyon jelentősen megnő a trófea tömeg. Ezt mi igyekszünk továbbvinni ennek megfelelően az élőhelyfejlesztésben. Folyamatos feladataink vannak. Terveink szerint a jövő évben 3 darab napelemes itatókúttal 15 kút lesz a területen megtalálható. Az úgynevezett zárt vadföldek rendszerét mindenképpen továbbfejlesztjük. Az idén 2,2 hektáron már tovább növeltük a lucerna vetések területét. Ennek az az oka, hogy a vaddisznó azért mindig oda megy, ahol az általunk kedves dám is szívesen tartózkodik, és hiába a sok befektetés tönkreteszi pont azt a vadföldet, amit egyébként úgy gondolom, hogy a lapátosoknak kellene hasznosítani. Tehát ezek a céljaink az élőhelyfejlesztés során. Egyébként általános helyzet, ami a vad életfeltételeit illeti, nem változott. Az erdők csak dúsulnak, hiszen a véghasználatokkal sarjerdők létesülnek, tehát egyre jobb az az élőhely, ahol a dám tartózkodik az erdőben. A sakál helyzet, ugye ez is mindig a mondandóm része, sajnos be kell látni, hogy ezekkel a gyévítési módszerekkel csak bizonyos fokú csökkenés, stabilizálást lehet elérni a sakál állománynál. Azt gondolom, majd előbb-utóbb a természetnek kell megoldania. Erre azért vannak általunk bevizsgált hegyedekben kimutatott olyan vírusok, amelyek azt mutatják, hogy a sakál is önmagát fogja szabályozni. Az idei statisztika az valóban a tavalyi évet tekintve valamelyest gyengébbnek mutatkozik. De hogyha azt nézzük, hogy a tavalyi év az mindenképpen egy rendkívüli év volt, mind a csapadék viszonyokat, mind pedig a vadlegelők, vadföldek minőségét illetően, illetve arról se feledkezzünk el, hogy a vadász vendégünk, illetve vendégeink kiemelkedő bikákat lőhettek és akartak is lőni, akkor evidens, hogy az idei évben talán ezt a magas színvonalat nem is akartuk követni, de még nem vagyunk a végén, de így is azt mondhatom, hogy az érmes lapátok átlagsúlya az 4 kg 66 deka, ami azt gondolom, hogy nem lebecsülendő. És hogyha megnézitek majd a kiállításunkat, akkor az agancstőrothadás jeleit mutató bikákkal együtt is a lapátosnak minősített bikák 4,23 kg átlagot mutatnak. Tehát van olyan agancstőrothad bikánk, amely úgy, hogy az egyik lapátja gyakorlatilag hiányzik több mint 4 kilós. Tehát mindenképpen azt mutatja az idei szemle is, hogy ez a genetika, ez az élőhely, és ez az odafigyelés, ez
nagyon hasznos és nagyon eredményes tud lenni. Úgyhogy ezek után egy-két statisztikai számot, ahogy szoktam, tehát 28 darab szabad területi bikát állítottunk ki, ebből 5 darab, ami 5 kg feletti, 5 kg 36 deka, 5 kg 30 deka, 5 kg 28 deka, 5 kg 13 deka és 5 kg 6 dekával. 5 darab a 200 IP pont feletti bikánk, és az idei év hozta el a szabad terület, kelebiai vadász terület második legnagyobb pontszámú bikájának felejtését 219,77 ponttal. Ez csak a tavalyi év 225 pontot meghaladó bikája tudta megelőzni. Az érmesek a 28 elbírált bikából 21 érmes minősítést kapott, ebből 18 az arany, 1 az ezüst és 2 a bronz, ez 75%-os érmes arány. Mékút sem panaszkodhat, hiszen a terítékre került 4 bikából 2 aranyérmes és 2 ezüstérmes volt, és ott is az átlagsúly 4 kg 11 század deka. Amit fontosnak tartok kiemelni, és ezt összekötném főtanácsadó úr mondandójával, hogy az elkövetkezendő 20 éves üzemtervi ciklus mindenkit arra kell, hogy ösztökéljen, ösztönözzön, hogy a területén lévő dámmal úgy gazdálkodjon, hogy minél később, minél idősebb korban ejtse el, hiszen a statisztika nagyon markánsan azt mutatja, hogy a 9 év felett elejtett bikák kapitálisak. Ebből adódik ez a hatalmas átlagsúly. Igazán erre magyarázat nincs, de valószínűleg, hogy a koponya súlya, és hogy a kollégák szokták mondani, hogy a bal alsó négyes őrlőfokban van ez a súly, és az pedig az életkor előre haladtával nehezedik el. Tehát életkor szerint 10 éves bika kiállításunkban 5 darab szerepel, 11 éves 6, 12 éves 2, 14 éves 1, 15 éves 1, és egy végelgyengülés határán lévő 16 éves trófát is meg lehet szemlélni. Végül is nem marad nekem se más, mint hogy megköszönjem bizományosainknak, vadász vendégeinek azt a kitartást, hogy hűek a területhez. Nélkülük ez a kiállítás ez nem jöhetett volna létre, illetve azt gondolom, hogy az erdészet és a vadászati szakszemélyzetemnek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy évek óta ezt a színvonalat fönn tudjuk tartani. Köszönöm, hogy meghallgattatok.